Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, önök most a Trianon sorozatunk újabb epizódját látják, és nagy szeretettel köszöntöm Torockai Lászlót körünkben, és nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és ránk szántad ezt a, az időt. Hát én köszönöm, és örülök, hogy itt lehetek. Egy nagyon csodálatos kezdeményezésnek tartom, amit csináltok, úgyhogy tényleg boldog vagyok, hogy megtisztelő, hogy meghívtatok. Na, köszönöm, de ne hozzá zavarva, így mindjárt a beszélgetés elején, mert már egyszer sikerült. Tudni Léka, a beszélgetésünk apropóját az adja, hogy pár hónappal ezelőtt kedves barátaink megszerveztek egy trianon, száz évvel trianon után filmvetítést Ásot Halmon. És erre a vetítésre a település polgármestere Torockai László is eljött, és ő is végignézte velünk a filmet. A film vetítése után, vagy a befejezése után a szokásos idézőjelben, a szokásos csend után te szólaltál meg elsőnek, és méltattad a filmet, de ami az én emlékezetemben leginkább megmaradt az, hogy, hogy te azért Érted és érzed, hogy mennyire jó ez a film, mert már 20 éve ezzel, ezzel a kérdéssel foglalkozol, Trianonnal, és hát egyébként látjuk a munkáságodban, hogy valóban nem csak beszélsz róla, hanem a mindennapi életben is képviseled ezt az ügyet. Most arról kérdeznélek, hogy kezdődött ez nálad? Hát tulajdonképpen jóval több, mint 20 éve, hiszen most 44 éves vagyok, és ez gyerekkoromban lehet, kezdődött. Lehet, hogy emlékszem, lehet, hogy többet mondtál. Igen, nem tudom, hogy pontosan Igen. milyen szám hangzott el, de egy biztos, hogy gyermekkorom óta foglalkoztat a téma. Sőt, én azt gondolom, hogy a tudatom kialakulása az elsősorban Trianonnak köszönhető, ha mondhatok ilyet, hiszen én ott születtem a határ mellett, ugye a magyar-szerb-gúny határ mellett, éppen a 24.hu baliberális újságírója rótta fel nekem a napokban egy interjúban, hogy én miért nevezem gúnyhatárnak ezt a határt. Mondtam, hogy egész életemben így fogom nevezni. Ugye a világ történelem legigazságtalanabb békediktátuma, amit fegyverek árnyékában kényszerítettek a magyarságra. Én nem tudom, és nem is kell, hogy a magyarok elfogadják egyébként ezeket a határokat, még ha de júre, és de facto is ott van, nekünk azt nem kell elfogadnunk, hiszen erkőstelen. És ugye, mivel én ott születtem a déli határ mellett, most is ott élek 150 méterre körülbelül a, a trianoni határtól, nekem ez alapvetően meghatározta a, a, gondolkodásomat, az életemet, és gyermekkoromban én nem értettem azt, hogy amikor mi majd, nem minden hétvégén átmentünk Jugoszláviába, a Szabadkára, kicsit bevásároltunk, mint általában ott Szeged környékén a akkor a magyarok baráti látogatás volt, volt rokonlátogatás is, és én egyszerűen nem értettem, hogy a 80-as években, amikor én gyerek voltam, akkor miért van ott az a határ. Volt, hogy 3-4-5 óra hosszát kellett abban az időben várakozni azon a határon miközben magyarul beszéltek a másik oldalon is, és én, én mindig valószínűleg az igazságkeresés hozott engem, egyébként a politikába is, mert hogy mindig úgy az igazságot kerestem, hogy most a Coviddal, a koronavírussal, az ukrajnai háborúval kapcsolatban, a trianonnal kapcsolatban is, talán ez volt az első ilyen nagy igazságkeresésem, hogy hogy lehet az, hogy milyen igazságtalan ez a, ez a határ, hogy itt órákat kell várnunk, nagyon nehéz oda jutni, ahol ugyanúgy beszélnek, mint mi, ugyanúgy magyarok élnek, és innen kezdődik az én történetem, és hát nagyon-nagyon fiatal lehettem, azért is mondom, hogy 20 évnél biztos, hogy régebben volt, mert 1985-ben halt meg a, a nagyapám, dr. Tót Lászlónak hívták egyébként, és ő mesélt nekem Trianonról először, és hát én akkor 7 éves voltam. Úgyhogy nagyon korán kezdődött ez nekem, mert ő ott született Bácskában, tehát Bács-Bodrog vármegye területén, 1909-ben született Hótságon, és ez ma ugye odzsáci, és nem is nagyon maradtak ott magyarok a második világháború után. Németek és magyarok laktak ott, mindenkit onnan elzavartak, kiirtottak a, a szerbek. És ő 11 éves volt, amikor szekére pakolták az egész családdal, a testvéreivel, a szüleivel, tehát az én dédnagyszüleimmel együtt. A szerbek, mivel relatíve jó módúak voltak, földbirtokaik is voltak, illetve a, a magyar államigazgatásnak dolgoztak, ugye ez is egy nagyon nagy bűnük volt, és hát nemzetérzelmek voltak. Tehát ez pont elég volt ahhoz, hogy, hogy elzavarják őket, elvették a vagyonukat, a földjüket, mindent. És akkor így Szegedre került a, a nagyapám. És nekem elmesélte ezt a történetet, és ez, ez annyira megrázott engem, utána elmesélte, hogy mi volt a második világháborúban, amikor ő önkéntesként csatlakozott ugye a magyar honvédséghez, külön jelentkezett, részt vett a dévidéki bevonulásnál, és akkor elmesélte, hogy ott a, a, szerb partizánok meggyilkolták az egyik legjobb barátját, aki egy honvéd volt, katona volt, a csendőröket megkínoztak, megnyúztak, tehát nagyon, nagyon sokkoló történeteket kendőzetlenül elmesélt nekem, tehát ő nem volt egy ilyen visszafogott hogy mondjam, balerina típus, és ő ezt elmesélte nekem. Én meg egy voltam egy ilyen elég érzékeny, a, a világ dolgaira érzékeny 7 éves gyermek, és gyakorlatilag innen kezdődött a. És aztán elkezdtél mutatni, és utána olvasni, utána foglalkozni vele, foglalkozhat foglalkoztat ma is. Hogyne? Hogyne? És ugye most azt látjuk, hogy ha a, 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 a trianon szóba hozzuk, akkor a. a, a Hát remélem, hogy nem nagyobb része a társadalom, de jó sokan úgy vannak már vele, hogy hagyjuk már ezt a trianonozást. És nem értik, hogy miért. Egy személyes élményemet szeretném elmondani, nagyfiam részt vett a, a 100 évet tiran után forgatásán, hiszen ő volt a A drón pilóta. Addigi kapcsolatunkban, hát ugye ő is ott nevelkedett abban a, a millióban, ahol a, ahol a gyerekeinket adni tudjuk. Azokban az iskolákban, és hát bár tiszteli az édesapját, de azért azt láttam, hogy azokat az elveket, erkölcsöket, amiket én már magamnak kötelezőnek érzek, azt ő, hát mondjuk nem kifogás volt, de szóval kicsit másképp látta. Egész addig, amíg el nem mentünk Erdélybe forgatni mert nem mondtam neki azt a film forgatása közben, hogy te most akkor uh, legyél meggyőződve arról, hogy, hogy értsd meg, hogy ez az, akkor neked most így kell hozzáállni, hogy a trianon, és ez milyen csúnya dolog. Nem, mentünk Erdélybe, forgatunk, többek között eljutottunk a kézi vásárhelyre, ami 600 kilométerre van a magyar határtól. És ott a gyerekem forgatott, és ott a városba közlekedett, és úgy érezte magát, mintha otthon lenne. És ezek olyan élményeket, olyan hatásokat hoztak, ami alapján Nekem nincs konfliktusom már a fiammal ebben a kérdéskörben. Úgyhogy ebből a fakad is, hogy én kötelezővé tenném a középiskolásoknak középiskolás korban legalább egy hét erdélyi tartózkodást. Mert aki oda kimegy a székelyek közé egy hét után, biztos, hogy megváltozik. Hogy látod most te a magyar, mert nagyon sok fele jársz, nagyon sok emberrel beszélsz, nagyon sok médiával, nagyon sokan provokálnak, és, és azért a kiállásod ér is a Trianon kapcsán. Hogy látod, milyen az általános vélekedés ma a Trianon ügyben, vagy az első világháború, aztán a megismételt gyalázattal kapcsolatosan? Érdekes, mert alapvetően azt gondolom, hogy jobb a helyzet, mint a 90-es években, amikor én, én elkezdtem kőkeményen ezzel foglalkozni, ugye 10 éves fiatalként mert akkor egyszerűen föl kellett nyitni az emberek szemét. Emlékszem, a saját édesanyámat mindig ki kellett javítanom, amikor mondta, hogy jaj, már megint mész Romániába, kisfiam, nem tudom, 18 éves koromban, és akkor mondtam, hogy nem Romániába megyek, hanem Erdélybe megyek, és nem kluz napokára megyek, hanem Kolozsvára megyek. És ez a 90-es évek, még, ez, 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 egy olyan téma volt, amit, amit tényleg el kellett magyarázni az embereknek hiszen a Kádár rendszer úgy nevelte őket, úgy szoktatta őket, hogy nem is volt olyan térkép, ahol magyarul föl volt tüntetve Szabadka, Kolozsvár, Nagyvárat, hanem Igen. Oradea, Szubotica és a többi volt odaírva. És ehhez képest én azt gondolom, hogy most tájékozottabbak a magyarok, tehát most, most többen tudnak már arról, hogy, hogy magyarok élnek a határon túl is, hogy, hogy, volt Trianon. Tehát ebből a szempontból szerintem a, a kommunista évtizedek történelmi hamisításához képest most jobb a helyzet, többet tudnak az emberek erről. Viszont egy kicsit azt látom, hogy míg a 90-es években azok, akik tudtak Trianonról, és, és tényleg nemzeti érzelmek voltak, akik, akik magyar testvéreiknek tartják az elszakított magyar honfitársainkat, nemzettársainkat, azokban... Mint hogyha erősebben élt volna az a vágy, hogy, hogy esetleg orvosoljuk Trianont, hogy valamilyen módon változtassuk meg akár a határokat. Ma erről beszélni, ez olyan, olyan kicsit olyan anachronisztikusnak számít, holott pont most zajlik az a világ politikai átalakulás, amiből mi rosszul is kikerülhetünk, de akár jól is kikerülhetünk. Tehát én, én azt képviseltem 40 éve, gyakorlatilag amelyet az eszemet tudom, hogy ezek a határok nincsenek kőbevésve. És hogy ezt kell mindenkinek megértenie, ott vannak egyébként a szerbek, ugye ott mellettem élnek a szerbek, és én azért elég jól ismerem a szerbek mentalitását, gondolkodását. Sokat fizikailag is verekedtünk velük, tehát nagyon sok. Én, én szoktam mondani, hogy öt generáció óta verekszünk a szerbekkel ott ugye a délvidéken. De az a helyzet, hogy például egy szerb számára, az teljesen természetes dolog, hogy annak ellenére, hogy mondjuk de facto elveszítették Koszovót, azt a szerbek nagy része nem fogadja el ma sem, és ha még eltelik szerintem 50 év, akkor sem fogja elfogadni. Tehát, hogy, hogy, nem kell azt természetesnek vennünk, hogy, hogy ezek a határok megváltoztathatatlanok, hogy azt mondják azok, akik ezeket a határokat kreálták. Ugye nézzük egy pici történelmi visszatekintést, hogy Először is az nem általános tudás, hogy a, a trianoni állapot nem azért állt elő, mert a, a magyar, a monar, az osztrák monarhia a seregét legyőzték, a, hanem a hazai árulások tömkelege, károlyék, stb. Igen. Játszották az antant kezére az országot. Ez az első. De ezzel együtt ugye, ahogy képviselitek is, az a, a törvény, amit uh, 20. Uh, június 4-én a Horti képviseletében uh, ezek a uh, senkik aláírogattak, az uh, gyakorlatilag már már abszolút érvénytelen és még mindig bent van a magyar törvénytárban. Ugye Horti valamelyes tudott rendet rakni, visszaállította uh, a királyságot, hiszen ez a illegitim uh, politikai állapot, amit Károlyék előidéztek, meg Kumbéláék, az, uh, az Horti valamelyest visszahozta, amikor uh, és akkor már nem volt császárunk, ráadásul a magyar királyság, azóta független magyar királyság. Ez sem olyan általánosan értett, ismert dolog. Aztán megint megszűnt a legitimáció, hiszen a német megszállás, orosz megszállás. És akkor az orosz béke, ugye az felülírja azokat a határmódosításokat, ami Trianonban volt, mert most ezek az utolsóak. De hát ezek is nagyon viccesek, mert hogy az akkora összetákolt Csehszlovákia, amiben Kárpátai is bent volt, ugye az már felbomlik. Szlovákia kiválik, és ezen szegény kárpátaiak ugyanott élnek, és a öt határ vagy öt országhoz tartoznak és most bocsánat, hogy ilyen hosszúra folyt, uh, hoztam a bevezetőt, de a kérdésem a napjainkra szólna, hogy ez, amit, amire céloztál, folyik ez az osztrák, vagy orosz-ukrán uh, háború, ami egész másképp folyik, mint hogy a médiából halljuk. Ma volt itt nálunk egy fiatalember, aki elmondta, hogy megdöbbenve nézte az M1-en élőképben mutatják, hogy ég Kiev, fölhívja a barátját Kijevben, aki szintén a mobiltelefonjával csinál egy körképet, és hogy nincs semmi. Ne még, az iskolákat nem sokára kinyitják az óvodában, vagy mennek a gyerekek, mert normális állapot van. Az oroszok nem mészárolnak, hanem katonai célokat valósítanak meg. De minden esetre most úgy tűnik, hogy ez a, a, az ukrán a mesterséges állam ennek nagyjából vége van. És ha most egy történelmi időszak, egy pillanat keletkezik, akkor tudunk-e annyira józanok lenni, és annyira erőteljesek, hogy Kárpátalja vonatkozásában legalább némi történelmi igazságtételt elérjünk? Nagyon fontos volt, ami, amivel kezdted. Trianont azt a belső árulóknak köszönhetjük. Tehát azoknak, akiknek egyébként örökösei ezek a mai balliberálisok is, meg minden nemzetellenes erő így van. Tehát ma, ma is itt vannak Károlyi, Kumbéla és a többiek így nemzetárulók van. utódai. Ez egy nagyon fontos dolog volt, amit említettél, mert ez a kiinduló pont. Tehát, hogy ezt kell mindenkinek megértenie. Mondok erre egy nagyon egyszerű példát. Mi a Trianoni gyalázat századik évfordulóján, kezdeményeztük, beadtuk a parlamentben, tehát az országgyűlés elé szerettük volna vinni, hogy az 1921. évi 33-as törvényt, ez gyakorlatilag a Trianon törvény, a Trianoni ratifikációra szóló törvény, ezt helyezzék hatájon kívül, ugyanis jó magam fedeztem föl, hogy a törvénytárban ez egy hatályos törvény, ami egészen elképesztő, hiszen a törvényben benne szerepel az is, hogy Sopron, Ausztria része, amit a Rongyos Gárdának köszönhetően, és aztán ugye a népszavazás követően vissza tudtunk szerezni. Tehát az egyetlen megvalósult trianoni revízió, amit végül is a nagyhatalmak is elismertek, az ugye Sopron, illetve több nyugati határmenti település visszaszerzése volt. Ennek kapcsán állítunk most egyébként emlékművet az első köztéri monumentális emlékmű, amit felállítunk a Rongyos Gárd emlékezetére. Most vasárnap lesz ásott az átadó, kizárólag adományokból egy, egy monumentális nagy emlékművet fogunk most felállítani. Tehát nagyon fontos, hogy ezt az emlékezett politikát helyre tegyük, én is éppen ezért állítunk, vagy állítatok most uh, ilyen emlékművet hamar. remélem egyszer majd a parlamenttel szemben is lesz a rongyosgárdának, a névtelen hősöknek is uh, emlékműve, de nagyon fontos, hogy ezt mindenki lássa, hogy, ha nincsenek a Rongyos nincsenek ezek a névtelen civilek, akik az alföldi tanyavilágból és minden onnan vagy akár egyetemisták is voltak közöttük, fegyvert ragadtak és uh, a nyugati határszélen nem verik ki a bevonuló osztrákokat, akkor, akkor Sopron ma Ausztriához tartozik. És a magyar országgyűlés, a magyar politika mind a mai napig nem tette helyre ezt a kérdést, mert nem helyezte hatájon kívül azt a törvényt, amit ráadásul kényszerítéssel, fegyverek árnyékában, árnyékában készenítettek a magyarságra. És ami a tanulság ebből az egészből, hogy miközben a magyar parlament, tehát az országgyűlés lesöpörte az asztalról a mi általunk beadott kezdeményezést, közben sem a románok, sem a szerbek, sem a szlovákok, de még az ukránok sem tiltakoztak Igen, a kezdeményezésünk ellen. Tehát ennél jobb példát nem tudok arra, hogy megértsék az emberek, hogy először itt kell rendet tenni, Igen, a megmaradt Magyarországon belül kell rendet tenni. És egyébként természetesnek tartják a körülöttünk élő népek, hogy, hogy mi is a saját igazunkért küzdünk. Tehát ez a része, ez így. Ez fontos, hogy ezt rendbe tegyük. Ami a, a jelenlegi világpolitikai történéseket illeti, szintén itt van megint egy olyan lehetőség, ugye Deák Ferenc annak idején mondott egy nagyon, nagyon fontos ide vonatkozó idézetet, tudok tőle hozni, ami, ami arra vonatkozik, hogy, hogy egyetlen egy nemzetet sem győznek le azzal, hogy késsel a torkán aláíratnak vele egy szerződést, de legyőzik a nemzetet, ha maga a nemzet adja föl a reményt, az álmokat. És hát jelenleg azért azt látjuk, hogy igen, annak a fajta Ukrajnának, ami, ami a 90-es években született, a Szovjetunió szétesésével, annak az Ukrajnának most valószínűleg vége. Hogy, hogy mi lesz vele, ezt ugye nem tudjuk. Borzalmas, amire te is utaltál, borzalmas háborús propaganda és félretájékoztatás zajlik. Reggelig tudnám én is sorolni az ilyen eseteket. Az előbb ugye, amit említettél, de lehet, hogy most néhányan, akik nézik ezt a beszélgetésünket, fölhördülnek, hogy na de hát itt kórházakat, bevásárlóközpontot bombáznak. Igen, mert ezt mutatja a média, de azért éppen pont Kievben derült ki az egyik bevásárlóközpontról tegnap, hogy amit ott például lebombáztak az oroszok, arról kiderült, hogy az egy elhagyatott bevásárlóközpont volt, amit katonai raktárnak használtak az ukránok. Tehát ebben az esetben is kiderült, hogy ez egy katonai célpont volt, és egyébként lakott házak közé állnak be a, az ukrán katonák. Egyébként ez minden háborúban így szokott lenni, legalábbis ezekben a modern háborúkban. Én emlékszem, hogy amikor a délszláv háború idején, 1999-ben, egészen pontosan, amikor a NATO bombázta hát kis-Jugoszláviát, Szerbiát, ugye egyrészt azt teljesen természetes az teljesen dolognak tartották, igen. pedig sok civil meghalt akkor Szerbiában. Én ott voltam, ugye? Én kvázi ilyen tudósításokat, hadi tudósításokat írtam, és én akkor ott laktam egyébként Palicson laktam, és Palicsra is szórtak bombákat, ott lebombázták a meteorológiai állomást, és én mentem oda másnap reggel, főleg, hogy a mi, tehát ahol én ott akkor nagyon fiatal srác voltam, egy barátnőm volt ott, nagy szerelem volt, és éjszaka ébredtünk fel, hogy ez a fülsiketítő hang, ugye, ahogy a a zúdult be fel a rakéta, annak a hangjára feljadtunk, és, és, találtunk utána a kertbe, a, a szobába repesz darabokat is, tehát elég közel kaptuk a, azt, annak a meteorológiai ö, ö, állomásnak a, a, lebombázását, és ö, ott konkrétan ö, meghalt valaki, aki egy civil volt, kvázi egy gondok volt, valószínűleg magyar is volt ráadásul, ugye jelentős részben magyarok lakta, főleg akkor még ö, település Palics, és kiderült, hogy, hogy akkor is olyan helyekre álltak be katonai járművekkel, objektumokkal, amire nagyon nem akarták, hogy lebombázzák az amerikaiak, hogy, hogy konkrétan ott a magyarok kaszára kapára kaptak, volt, hogy fejszéve szaladtak, ki, és zavarták el a. Egy ilyen teljes autó volt abban az időben, amiben ilyen katonai eszközöket rejtettek, amivel figyelték például ezeket az ávászokat, meg a, a tehát katonai felderítők voltak gyakorlatilag, és a civilek zavarták el őket, hogy ne tegyék ki őket esetleg egy bombázásnak. Tehát, hogy ez volt Szerbiában, Jugoszláviában a háború alatt, nyilván az ukránok is ugyanezt teszik. Itt ugye most orosz vadászgépek bombáznak, ott, meg amerikai vadászgépek bombáztak, azt rendben ta találta a világ, ezt most nem tartja, vagy nem találja rendben a világ. Na mindegy, szóval erről nagyon sokat lehetne beszélni, hogy igen, megy egy totális dezinformáció, igen. és ugye mi ennek a nyugati változatának vagyunk kitéve, biztos az oroszoknál is van dezinformáció, de mi azt nem halljuk. És hogy milyen esélyek vannak, hát én ezzel kapcsolatban az ENSZ-nek eljuttattam az 1991-es kárpátaljai népszavazásról szóló dokumentációt, mert hogy teljesen törvénytelenül a kijevi kormány mind a mai napig ignorálja egy törvényes népszavazás eredményét. A 91-es törvényes népszavazás az arról rendelkezett, amikor Ukrajna született, hogy Kárpátalja nem akar integráns része lenni ennek az új Ukrajnának. Tehát nem akarnak kijevi fennhatóság alá tartozni, egyfajta széleskörű autonómiát Fogalmaz meg ez a, ez a döntés, ezt érvényesíteni kell, amikor Ukrajna jövőjéről fognak dönteni. És nyilván egy függetlenedő Kárpátaljában azért benne van az a lehetőség, hogy lehet, hogy száz év múlva nem tudjuk, hogy mikor, akár békés úton egyesül vagy visszatér Magyarországgal, nem kell nekünk erről lemondani. Senki nem kötelez minket arra, hogy lemondjunk az ilyen álmainkról. Ugye Woodrow Wilson béketervei alapján állt le az első világába, hogy tették le a fegyvert, a harcoló felek kötöttek fegyverszüneti megállapodásokat Párizsnál, illetve Pádovánál, ugye? De hát azzal, hogy a nemzetek önrendelkezési joga. Na most azóta csak dubál róla ez a drága, demokratikus, civilizált nyugati világ, mert aztán a nemzetek önrendelkezési joga az, az ugye e, soha nem jön számításba. Látjuk pedig itt az orosz konfliktusnál is, hogy Dambasz esetében, hogy ott e, e, Krím esetében, ugye meg is tartották a népszavazást, és akkor úgy döntöttek az ott élők, hogy hát mi Oroszországhoz szeretnénk tartozni. Ó, de hát az nem legitim. Hanem mi a legitim? Hogyha a kedves háttérhatalom e, bábúi állnak valahova az ére, akkor az igen. E, e, összefoglalva, a mai beszélgetés, és tényleg köszönöm, hogy tudtál időt szakítani ránk, és tudom, hogy hihetsz nagyon, de valami záró üzenetet Trianonnal kapcsolatosan, hogyha a nézőknek megfogalmaznál. Azt látjuk most, ami tulajdonképpen Trianon előszobája volt. Én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy ami jelenleg zajlik, és ugye Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök, aki gyakorlatilag egy médiasztár, egy színész, akit most építenek föl kőkeményen. Ugye az RTL Klub is műsorára tűzte a, a, az ő sorozatát és most ugye éppen adják és mossák az emberek agyát, egy elképesztő, elképesztő átverés az, az egész háború. Megint ugyanazok az erők állnak mögötte, akik egyébként trianont is okozták, és ahogy én szoktam mondani, az északi civilizációnak a legyőzése a cél. Ugye mi az alapító nyilatkozatunkban, a mi azánk alapító nyilatkozatában nem európai kultúrkört neveztünk meg, hanem északi civilizációt. Ez egy új fogalom, amit így próbálok bevezetni, ugyanis az északi civilizáció az gyakorlatilag a japán kultúrkörtől a kelta kultúrkörig terjedő civilizáció. Ez határozta meg a világtörténelmet, ez Én a civilizáció is. alapvetően. Nem a bantú, nem tudom, feketék, négerek foglalták el, vagy gyarmatosították Európát, ugye ez mindig fordítva történt, vagy akár az oroszok, ugye, Szibériát. Tehát, hogy, hogy azért ennek a, ennek a civilizációnak mi a szívében vagyunk. Tehát mi magyarok vagyunk, akik egyesítettük ennek a civilizációnak a keleti, részét és a nyugati örökséget is, ezek vagyunk mi magyarok. Hát ha, ha ki más beszél erre a civilizáció, ha nem a magyarok. És e, valójában az első világháborút akarják most befejezni. Ennek része egyébként az ukrajnai háború, de egyébként még ami a covid kapcsolatban is e, a háttérben történik, az is ide vezethető vissza. Hiszen az amerikaiak ezt világosan elmondták egyébként, ott volt George Friedman, az Árnyék CIA okay. alapítója, aki, aki elmondta, hogy az amerikaiak óriási félelmes, gyakorlatilag amikor Amerikáról beszélünk, nem az amerikai népről beszélünk, hanem ahogy mondjuk Trump elnök fogalmazott, a Deep State, vagy mi magyarok nevezük háttérhatalomnak, mindegy, minek nevezzük, ugye ez egy, ez egy olyan globális nagyvállalatok, pénzügyi szervezetek, stb. szövetsége, akik, akiknek vannak ilyen céljai, hogy ne tudjon ez a civilizáció sohasem egyesülni. Ők dörzsölik a, a, tenyerüket, amikor írtja egymást az ukrán és az orosz, miközben tíz évvel ezelőtt még az ukránnak az orosszal semmi baja nem volt békésen, együtt éltek ennek az ukrajnának nevezett államban, mint hogy a ruszinok, az ukránok, a magyarokkal Kárpátalján én sokat jártam oda, abban az időben, amikor a szerbekkel már azért verekedni kellett az utcán, mert magyarul beszéltünk, például 2004-ben, ezért belénk kötöttek Szabadka mellett. Kárpát alján a legnagyobb barátságban ültünk egy kocsmában, ukránok, ruszinok, semmiféle gond nem volt a 2000-es évek elején. Most pedig ugye gyűlölködés van, magyar gyűlölet van, ez a kievi kormány, amiért állítólag nekünk most harcolni kéne, ahogy mondjuk nem tudom, a balliberálisok is szokták mondani. A, a, tényleg taposták, két lábbal taposták a magyarságot az elmúlt években. Leszették a beregszászi magyar zászlót. Tehát, hogy, hogy látni kell, hogy ez egy mesterségesen kiépített háború, egy mesterségesen fölépített ö, krízis, ami, amiben a szenvedő felek, az ártatlan civilek, akik, akik most egymást ölik, vagy a katonák, akik egymást ölik. de valójában e, nagyon komoly e, globális vagy globalista köröknek a zsebét tömik a fegyveriparnak, fegyvergyártóknak, a kőolajról, a Ukrajna e, nyersanyagkészletéről szól ez a háború igazából politikai célokról, gazdasági célokról, pénzügyi célokról. A legfontosabb üzenetem az az lenne talán mindenkinek, és, és így a beszélgetés végén, hogy őrizzük hogy meg a józanságunkat. Tehát próbáljuk átgondolni, próbáljuk megnézni, hogy mi zajlik valójában a háttérben, és próbáljunk a nyertes oldalra kerülni ebben a történetben, mert hogyha a nyertes oldalra kerülünk, akkor semmi sem lehetetlen. Erre tanított minket a történelem. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm én is a lehetőséget. Még gondolom, még folytatni fogjuk egy később időpontban, amikor nem lesz ennyire sürgős. A nézőknek köszönöm a figyelmet. Nézzék továbbra is a Nexus televíziót, mert tudják, jogunk van az igazsághoz. Viszontlátásra!